Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát. Tamásiban fát ültettek a tavaly született gyermekek tiszteletére. Teljesen megújult a polgármesteri hivatal Kisszékelyben. Élményszerűen ismerkedtek Petőfi Sándor életművével a múzeumbuszon. Az őszi időszak végét jelző néphagyomány elevenedett meg Nagykóniban. Egy régi szép népszokás facsemetét ültetni, ha gyermek születik. Ezzel nem csak a hagyományainkat ápolhatjuk, hanem hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás káros hatásainak mérsékléséhez. 2021-ben 67 gyermekkel gyarapodott a város, az ő gyökereiket jelképezik az elültetett növények a Bajcsi utcai játszótéren, ahova a 67 névvel ellátott emléktáblát is kihelyezték. Megtelt élettel a Bajcsi Zsilinszky utcai játszótér, de ez alkalommal nem az itt található játékokon volt a hangsúly. A település önkormányzata invitálta ide mindazokat, akiknek gyermeke 2021-ben látta meg a napvilágot. Ugyanis az évről évre megszervezett faültetési akció helyszíne volt ez, az öldövezeti településrész. 17. alkalommal ültetünk fát itt a városban az újszülötteknek. Ez egy szimbolikus dolog több értelemben is. Egyrészt azért is szimbolikus, mert 67 újszülöttnek most jelképesen 7 fát ültetünk. Ennek az az oka, hogy a belterületi zöld területeink lassan elfogynak, és azért fogynak el, mert nagyon sok helyre ültettünk fákat, cserjéket, nagyon sok helyen parkosítottunk, tehát szimbolikusan 7 fát ültettünk 67 Tamásiban született újszülöttnek. Szimbolikus abban az értelemben is, mert én azt gondolom, hogy aki fát ültet, az jövőt épít, jövőt tervez, jövőben gondolkodik, és én azt gondolom, hogy hiszünk a gyerekeinkben, fontosak a gyerekeink, a jövőnket jelentik a gyerekeink, úgyhogy nem csak ezen program keretein belül, de több más olyan városi rendezvényünk van, ahol ők vannak a központban. De ez az egyik legkedvesebb mindegyik közül. Nem számoltam össze a 17 év alatt hány fát ültettünk, de biztos, hogy most már több száz. Ugye eleinte úgy kezdtük, hogy ahány újszülött, annyi fa. Most már, ahogy az imént említettem, ez már egy picit szimbolikus, de egy kis névtáblán mindenki olvashatja akár több év vagy évtized múlva saját nevét. A közel 2 évtizedes hagyománnyal rendelkező felültetésnek köszönhetően a zöldítésre szoruló területek csökkenése miatt a település vezetésemmel alternatívákon gondolkodik, mert Tamási legifjabbjairól a továbbiakban is szeretnének majd megemlékezni. Vannak ötletek, más városban is láttunk jó gondolatokat, ezeket majd áttekintjük, illetve gondolkodunk magunk is azon, hogy hogyan lehetne ezt folytatni. Mindenképpen lesz folytatás, ezt meg tudom ígérni. A szülők közül akadtak, akik az elsőszülött gyereküknek ültettek fát, de olyanok is, akik az első alkalommal megszervezett eseményen is részt vettek. Elhoztuk a legkisebb 3. gyermekünket fát ültetni, édesapával ültették 2 a fát, gyakorol a nagyszerszámokkal. Hát jó itt lenni, megnézni azt, hogy nálunk nagyjából csak kisebbek vannak itt, mert ugye mi 5-én születtünk, és 3.-4-ek vagyunk 21-ben. Hát jó ez a kezdeményezés, ez a faültetés. Egy följebbi részen már az ikreinknek is ott van a tábla, ugye 17 éve van ez, ők most lesznek 17 évesek, úgyhogy ők 2006-ban megkapták ők is az első fájukat, akkor még egyszerre sok fát ültettek, de ez a 6 is teljesen jó ide erre a környékre, úgyhogy örülünk neki, mert a nagymamánk meg itt lakik a szomszédban, úgyhogy mindig meg tudjuk látogatni ezt a területet, játszóteret. Hát ez egy nagyon szép dolog itt a városban, mert legalább lesz nyoma annak, hogy mikor születtünk és hova lesz kiírva a nevünk. Mennyire volt segítségedre a nagylegény? Ő csinált mindent. Én sokat nem tettem hozzá, csak ő a kis kannájával, a lapáttal. Az apróságok valóban nagy odaadással segítettek szüleiknek a faültetés során. A település előjárói is lapátot fogtak és támogatták ezzel a szülők munkáját. A közösen elvégzett feladatok után pedig az itt elhelyezett emléktáblán kereste meg mindenki saját gyermeke nevét. A fák kiválasztása alkalmával a város főkertésze törekedett arra, hogy a későbbiekben ezek majd színt vigyenek a település rész zöldövezetébe. Az idén vöröslevelű juharokat választottunk, igazából most a szín miatt választottam. Ugye neki egy ilyen sötétebb, bordós, mély színű, mély tónusú levele van, és itt a sok zöld között gondoltam egy kicsit felélénkíti a helyszínt. A gondozását, mint mindenhol ugye a közmunkaprogramban résztvevők csinálják, vagy igen, tehát mit csináljuk minden egyes évben.
próbálunk öntözni, ami ugye egyre nehezebb, mert amilyen aszályos az idő, úgy egyre nehezebb ez a munka. De magát a gondozását, vagy a sörhajtások leszedését, a körbekapálását, a tányérozását, ez mindig a közfoglalkoztatottak munkája marad. Tehát direkt olyat választok mindig, ami nem igényes a talajra, az éghajlatra, a betegségekre, tehát próbálok egy viszonylag rezisztens fajtát választani. A 2021-ben született gyermekek tiszteletére ültetett fák tavasszal már színes lombkoronával várják a játszótérre látogatókat. Kisszékelyben 53 millió forintot meghaladó beruházást adtak át nemrégiben. A település polgármesteri hivatala és óvodája újult meg a területi operatív, illetve a Magyar Falu programon elnyert összegből. Az épületek energetikai korszerűsítése kapcsán nyílászárókat cseréltek, födém és homlokzati szigetelést kaptak az épületek. Az ünnepélyes átadó alkalmával pedig sok érdekesség derült ki az 1900-as évek elején felhúzott épületről is. Kisszékelyben sokan fogadták el a település önkormányzatának meghívását a polgármesteri hivatal ünnepélyes átadójára. Az épület két pályázati forrás igénybevételével újulhatott meg, kívül belül egyaránt. Hát nagyon örülünk annak, hogy két olyan épület újult meg az idei évben, amely már 100 éve épültek, és azóta jelentősebb átalakításon, felújításon nem estek keresztül. Úgyhogy mindenképpen örülünk annak, hogy sikerült olyan pályázatokat elnyernünk, ami erre forrás nyújtott. Az egyik az a terület és település fejlesztési operatív program volt, ez egy 2018-as pályázat volt, és tavaly évben kezdődtek el a munkák a tavasszal, és egy közel másfél éves munkálatok folytak itt. És hát ebből a pályázatból valósult meg a polgármesteri hivatalnak és a régi óvodaépületnek a hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az akadálymentesítés, amelyben a vizes blokkok felújultak, és a parkolás megoldódott az épület mellett, és egy napelemes rendszer került az épületnek a tetejére. És az volt a szerencsénk, hogy egy 2020-as Magyar Falu programban a faluházak felújítása felhívás megjelent. Ez a forrás biztosított lehetőséget azon munkák elvégzésére, amik a topos forrásból nem valósulhattak meg. A tető megújulhatott a polgármesteri hivatalon, a villanyszerelési munkák, tehát az egész hálózat újra lett húzva, vagy felújítva, és az irodában a belső ajzatok megújultak, és nagyon szép új bútorokat vettünk, úgyhogy nagyon szépek lettek az irodák, és hát ezzel teljesen a munkakörülmények is az itt dolgozóknak jelentősen javultak, és tényleg egy mai kornak megfelelő szolgáltatóhely lett, egy ügyintézési hely lett ez, és hát természetesen a lakosság is biztosan nagyon örül ennek, hogyha ide bejön, akkor kultúrált környezetben tudja az ügyeit intézni, hiszen ez az épület, ez nagyon sok ügyet bonyolít le, nem csak a hivatali ügyek tartoznak ide, vagy azoknak a helye ez, hanem az orvosi rendelő is itt van ebben az épületben, és különböző ügyfélszolgálatok itt nyújtanak elérési lehetőséget. A kívülről is látványos változásokon átesett épület hátsó részében valósult meg az ünnepélyes átadó, aminek a későbbiekben funkciója lesz. Az épületnek a hátsó traktusában van egy, hát régen mi tanácsteremnek neveztük, mert régen ott valójában is ott szoktak ilyen tanácskozások történni. Aztán a korábbi években már a közmunkaprogramban már kialakítottunk ott egy ilyen kis étkezőhelyet a dolgozóknak, és hát ez így, hogy úgy felújításra került, ez valóban alkalmas arra, hogy akár egy kis megbeszélés lehessen ott tartani, de ugyanakkor pedig egy ilyen kisebb létszámú étkezésekre is lehetőséget nyújt, úgy a dolgozóknak, vagy pedig kívülről, hogyha valaki igényli azt, hogy szeretne leülni valakivel tárgyalni, akkor erre is teljesen megfelelő. Vagy most például, hogy esett az eső az átadón, akkor most oda kellett, hogy behúzódjuk. Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, Süli János elmondta, választókerületében számos hivatal és oktatási intézmény újult meg a közelmúltban. Azt is hangsúlyozta, ha hogy forrás adódik, a település bekötő útjának állapotán is változtatnak. Az elmúlt időszakban sok
forrást tudtunk juttatni a vidéknek. Bízunk benne, hogy a közel jövőben is ezt tudjuk folytatni. Most ugye nem egyszerű a helyzet, hisz minden nap változnak a feltételek. Jó volna, hogy a háború, amit elítélünk, az lehető leghamarabb befejeződne. Az elmúlt évek arra adtak ugye, lehetőséget, hogy fiatalok ömegével költöztek ki kis településekre, ott otthon felújításokba kezdtek, úgyhogy bízunk benne, hogy lehető legrövidebb idő alatt ez vissza fog állni. Az elmúlt pár évben annyi forrás érkezett, ami előtte 50 évig nem. Ugye ezek az épületek is elhangzott, hogy 30-ban, 39-ben az óvoda, akkor a községháza is, ugye 29-30-as években lett utoljára érdembe hozzányúlva, azóta kisebb karvatartások, átalakítások, de ez jellemző sok településen. Sok utat megújítottunk a régióba, alapvetően a paksi ráhordás, hogy a erőmépítés kapcsán minél több környékbeli településről tudjunk odavinni munkavállalókat, ezért az utak felújítása megtörtént. Egy pár út felújítása maradt még el a programból, ebbe a itteni bekötő út is ugye terve szerepel. Az 1900-as évek elején épült épület múltjáról Csepregi Ferenc tartott tájékoztatást a megjelenteknek. Ez az épület, ez közel 100 éve tölti be ezt a funkciót. Az átépítés apropóján kértek fel arra, hogy próbáljam kideríteni, hogy mi is volt ezeknek a községházának, vagy községházaknak a története. És erről az épületről azt kell tudni, hogy 1920-as években kocsmának épült. Egy helyi vállalkozó építette egy szép új kocsmát, majd nehéz anyagi helyzetbe került, és felajánlotta a cserét. Ez a régi kocsikháza, ez a mostani plébánia hivatal, vagy mai nevén könyvtár mellett volt az 1700-as évektől az 1920-as évekig, mint községháza. Érdekes, hogy abban a községházában 1714 és 16 között megyegyüléseket tartottak, mert a megyében nem volt olyan, kevés olyan település volt, ugye maradt a török után 44, amelyik alkalmas volt arra, hogy megyegyülést tartsanak. Akkor a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a cserét 10 000 pengő ráfizetéssel elfogadja, és így 1931 év végétől ez a községháza, és ezt a funkciót tölti be, most megörülünk, hogy szépen felújításra került. A kisszékelyi polgármesteri hivatal udvarának parkosítása maradt még vissza, amit a település közmunka programjában foglalkoztatottak bevonásával valósítanak majd meg. Átröpülök hosszában hazámon. Versrészletet kapta mottójául az a vándor kiállítás, amely Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából indult útnak még szeptemberben. A mozgóbusz az ország számos pontján járt már, Tamási sem maradt ki a helyszínek közül. A projekt elsődleges célja, hogy a költő életművét új megközelítésben élményszerűen levonható, világos konklúziókkal szolgáljon az érdeklődők számára. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2022-ben a Petőfi Sándor emlékév alkalmából hozott létre egy tematikus múzeumbuszt. A szeptember 1-ével útjára indult vándorkiállítás a Petőfi Sándor emlékév alkalmával jött létre. A múzeumbusz első állomása a költő szülővárosa Kiskörös volt, amelyet azonban számtalan település követett már. A tamásiaknak is lehetősége adódott a mozgó kiállítással ismerkedni. Valóban egy utazó kiállítás, településről településre járunk egy éven keresztül, már több mint 45 településsel jártunk, és még van előttünk néhány úti cél. Ez egy interaktív kiállítás, ami azt jelenti, hogy a fiókokat ki lehet húzogatni, minden tartalom akkor jelenik meg, hogyha a látogatók bekukucskálnak a lyukakon, kinyitják a szekrényeket és hasonlók. Versek, játékok, kísérőszövegek, idézetek egyaránt vannak a buszon. A kiállítás a dinamizmusáról ismert alkotó karakterét és életművének kiemelkedő darabjait mutatta be. Nem elsősorban az életrajz, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntések, helyzetek, kontextus mentén ismerték meg a látogatók Petőfi Sándort.
Az iskolásokkal általában 40-45 percet szoktunk eltölteni, mindig egy kicsit beszélgetünk velük Petőfiről, hogy hogyan formálódott a képe az elmúlt 200 évben, és persze önállóan is meg tudják nézni a kiállítást, és az egyéni látogatóknak is szívesen tartunk tárlatvezetéseket. Nagyon nagy az érdeklődés, mert több mint 14 ezer látogatót fogadtunk a buszon. A gyerekek nagyon lelkesek, tehát látszik, hogy a frontális oktatás mellett egy más természetű információ átadás, ez mennyire lelkes érdeklődővé teszi őket, és hát abszolút az egyéni látogatók közül is van, aki azt találja meg, amit már tud Petőfiről, és ez okoz neki örömet, de rengeteg új információ is van a buszon. Sokszor vannak félreértések, vagy sokszor rosszul emlékeznek egy-két dologra, és ezekből mindig nagyon jó beszélgetés kerekedik. És hát van, amikor persze nagyon kritikusan viszonyulnak hozzánk, és egy-két dologra rákérdeznek, hogy mi hogyan működik, de ezek a legélvezetesebb pillanatok mindig. A buszba belépve képeken és szövegeken keresztül találkozhattak az érdeklődők a költővel. A kiállítás gerincét 10 kiemelt gyűjteményi darab alkotja, amely képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi. A pedagógusok visszajelzései alapján is egy jó kezdeményezés a Petőfi busz, ami remek kiegészítése a tantermi óráknak. Abszolút úgy tűnik a legtöbb kollega, én is kicsit kollégának érzem a tanárokat, mind nagyon hálásak, hogy segítséget nyújtunk egy ilyen kiállítással a kötelező tananyaghoz. Azt hiszem, hogy mindenkinek van személyes kedvence, úgyhogy én is a személyes kedvencemet tudom mondani. Minden falon van egy-egy kérdés, ami abszolút 21. századi hangon szólal meg, és mögötte Petőfi prózaidézetek vannak, tehát az úti jegyzetekből, a naplóiból, visszaemlékezésekből, ugye ez egy kicsit segít nekünk abban, hogy ő mint ember is megközelíthető legyen, és ne csak a költői hangját halljuk meg. Nagyon jól ismerik Petőfi, tehát ugye a nemzeti dal az mindig egy jó kiinduló pont, hiszen már az óvisok is tudják mondani, hogy kokárdát hordanak mi egymás, és hát sok olyan vers van, amit tényleg már csak az érettségizők ismernek, és ezekkel keresztül is egy picit tudunk formálni a Petőfi képükön. A város minden oktatási intézményéből voltak látogató csoportjai az emlékbusznak. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium is több csoporttal látogatta meg a Tamásiba érkezett kiállítást. Mi nagyon örültünk annak, amikor megtudtuk, hogy Tamásiba is megérkezik a Petőfi busz, mert mi mindig igyekszünk olyan új lehetőségek után kutatni, amelyek egy picit földobják, ha szabad így fogalmaznom, föllazítják a hagyományos órakeretet és az órák menetét. És ahhoz mindenképpen tudni kell, hogy a mai fiatalok nem szeretnek belekeskenyedni, belekövülni egy-egy hagyományos tanórába, és minden alkalommal, amikor ilyen lehetőségünk van, akkor örömmel lecsapunk rá, és igyekszünk azt maximálisan kihasználni. Sajnos az időkeret jelenleg szűk, úgyhogy most csak két osztállyal tudunk eljönni, most a hetedikesek vannak itt, és a következő időpontunk pedig a kilencedikesekkel vannak. Ez azért is jött ki jól, mert mind a két osztály tanulja Petőfit, és szeretnénk nekik megmutatni azt is, hogy hogyan lehet egy teljesen szokatlan helyszínen Petőfit megismerni, illetve Petőfivel még jobban ismerkedni, egy picit elmélyülni. A busz a tervek szerint 2023. augusztusáig járja majd az országot és a Kárpát-medencét. Decemberig több mint 60 település közössége találkozhat a Petőfi utazó kiállítással. Lámpások sokasságával vonultak a nagykónyi Akmártonnap alkalmából. A művelődési ház előtti gyülekező után egészen a templomig világítottak a javarészt saját készítésű lámpások, ahol aztán a zenés műsort követően a település plébánosa szólt néhány szót a megjelentekhez. A kora estét pedig a tábortűz mellett zárták a nagykónyiak. Szent Márton napjához különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. Az egyik legelterjedtebb ezek közül a fáklyás felvonulás, amelyet Nagykonyiban is megrendeznek évről évre. Hagyományok részén ugye mindent meg szoktunk is ünnepelni, ugye legutóbb a születi felvonulásunk volt, most Márton napot szerveztünk, a Covid miatt sajnos az elmúlt két évben erre se volt lehetőségünk, de hála Istennek most minden összejött, és meg tudtuk szervezni a mártonnapi felvonulást. Igazából egy útvonalon megyünk csak, egy irányú úton, a kis utcán megyünk, innen a művelődési háztól indulunk, és az iskoláig megyünk. Ahol aztán hagyomány szerint az első megálló a keresztelő Szent János katolikus templom. Az iskolás gyerekek egy nagyon pici előadást fognak tartani, majd ezután kimegyünk az iskola elé, ahol egy tűzgyújtás lesz. Ez nálunk már ilyen hagyomány szokott lenni, hogy egy pici tüzet gyújtunk, és az óvodások meg körbe táncolják, énekelnek, és
Ezután, hogyha ennek is vége van, akkor utána egy zsíros kenyeres meleg tea várja a résztvevőket. Nekem az a tapasztalom az elmúlt 6 évből, hogy a rendezvényeink közül ez az egyik olyan, amire nagyon-nagyon sokan el szoktak jönni. Tehát átlagban ilyen 60 és 100 fő között el szoktak jönni, hogyha nagyon jó az idő. Most az időjárás egy picit borús, nem tudom, hogy mennyien jönnek, de ahogy látható mögöttem is sokan érkeznek, úgyhogy remélem, hogy sokan leszünk ma is. Érdeklődőből pedig valóban nem volt hiány. Az óvodában és az iskolában is előkerül ez időtájt Szent Márton legendája. Ilyenkor a kézműves foglalkozások alkalmával lámpásokat is készítenek, amit aztán Nagykonyi apraja adja magával hoz, hogy azzal világítsa be a kora este folyamán az utat a templomig. Ma van a Mártonnak. Igen, és mi az, amivel vonultok majd itt? Mi van a kezdet? Lámpással. Hogy készült ez a lámpás? Papírból. Papírral díszítettétek? Igen. És szerinted miért jó ez a mártonnapi felvonulás? Azért, mert mindenhol égnek a lámpák. Ilyenkor lehet találkozni a barátokkal is, és a rokonokkal. Na meséld el nekem, mutasd meg milyen lámpád van, és az hogy készül? Ilyen papír figurákat a színezőből kivágtuk, de mi is kiszíneztünk az iskolába. A templomba érkezőkre pedig egy ünnepre hangoló műsor várt, ahol nem csak egyházi dallamok csendültek fel ezúttal. Zenés kis műsorral készültek, ők nem csupán a hittanosok, bár szinte mindegyik a tanítványom, hanem Értényben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy szimfónia programja, és ezek a gyerkőcök, akik most ide eljöttek, erre a programra járnak, és egy kuriózum lesz tulajdonképpen a mai nap, mert nem feltétlenül csak egyházi dicsőítő énekeket fognak énekelni, hanem eredeti roma zenét is, és ezzel a kis műsorral szeretnék megajándékozni a nagykonyi híveket, gyerekeket, mindenkit, aki ma ide látogat. Itt tanórán megbeszéltük Szent Márton történetét, lámpáskészítés is volt, minden, ami ehhez az ünnephez kapcsolódik, az azért ott előkerült, igen. Zenés műsort követően a település plébánosa egy egyszerű példával próbálta szemléltetni a megjelenteknek, hogy az önzetlen jó tett mit is jelent. Közelebb az Istenhez, az emberhez, a jósághoz, vagy inkább hátrált, hogy megőrizze önmagát, a maga nyugalmát, a maga akaratát, a maga büszkeségét, a maga igazságát, a maga erejét. Hogy ő mondjuk egy erős, hatalmas katona legyen, akitől mindenki fél, hogy meglegyen a maga pénze, meg lova, meg háza, és mindenki tisztelettel köszönjön neki, vagy pedig ugyan előbbre megy, lehet, hogy szegényesebb is lesz, lehet, hogy észrevétlen lesz, tudjátok, hogy még a köpenyét is félbevágja, odaadja azt, ami az ő tekintélye volt, az ő rangjelzése, ezért még meg is büntetik, lehet, hogy akkor le kell venni a katonaruhát, már csak egy egyszerű parasztember. Lehet, hogy éppen mások kicsúfolják, mert hogy olyan bolond, hogy másokat szeret, akkor ő már nem más az emberek szemében, csak egy bolond, de közben megszerzi az ő békéjét. Megszerzi azt az örömet a szívében, talán mint a kis mécsesek, amelyek égtek a sötétben, egy kis fényt, egy kis meleget adnak. Kellenek a jó emberek, akiknek a közelében jól érezzük magunkat, biztonságban. Nagykonyiban tábortűzzel, forró teával és zsíros kenyérrel zárták az idei Mártonnapot.
köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!